Én Drozda Blanka vagyok. Miskolcról jöttem, jelenleg 20 éves vagyok, és itt tanulok az Eszterházi Egyetemen mozgókép szakon. Ez a második fél évem. És egész jól érzem itt magam. Hát én először úgy találkoztam a színházzal, lehet ezt így mondani, hogy filmeken keresztül. Anyukám nagyon szerette Audrey Hepburnt, és így rengeteg filmet is láttam tőle. Akkor jött a gondolat, hogy basszus, de jó színésznek lenni, és hogy én is legyek az. Utána néztem több Marilyn Monroe-sot is, ezért gondolom úgy, hogy ha én színésznő leszek, akkor egyszer Audrey Hepburn és Marilyn Monroe keverékké szeretnék egyben lenni. Majd iskolában már érdeklődtem a dráma iránt, és elolvastam Shakespeare-t, a Rómeus Júliát, és hát melyik pici lány ne lenne oda a Júlia szerepét, és mindig is szerettem volna eljátszani Júliát. Úgy gondoltam, hogy egy színésznőnek az a legnagyobb tündöklése, hogyha egyszer így szerepelhet. És utána sikerült is egy könyvtári felolvasó esten. Nem volt túl jó előadás, hogy őszinte legyek. Majd később középiskolában és gimnáziumban a drámatagozatot választottam, ahol sikeres felvételt is nyertem a Zrínyi Ilona gimnáziumban, és ott bontakozhattam ki, mint színész palánta, azt lehet így mondani. Nagyon sokat tanulhattam ott a tanáraimtól. Rájöttem, hogy egy színész feladata többek között az is, hogyha a társadalomban vagy a világban probléma van, akkor mi felhívjuk rá az emberek figyelmét, és ez egy hatalmas feladat szerintem. Több előadást is állítottunk együtt össze. Gyakran inkább improvizációs jelenetekből, mert mi saját darabokból próbáltunk. Bár hozzányúltunk kortárs drámákhoz is, és így lett egy egyveleg. Majd később megpróbáltuk a kötött drámai formát is, ahol hát először Legyek Újját, majd az Állítsátok meg Arthur Újit adtuk elő, de azt is egy elég kortárs feldolgozásban. Ott megtapasztaltuk azt, milyen együtt megírni a szöveget, előállítani egy előadást, megrendezni, akár díszletesnek, kellékesnek, világítónak lenni, és amúgy bármi meglepő, rohadt nagy feladatok, szóval nagyon nehéz. Utolsó évben pedig az volt a feladatunk, hogy egyedül kellett összehozni egy egész drámát. Mármint egy ilyen rövidebb drámai előadást, amit összefűztünk később vizsgán. És kisebb csoportokba dolgoztunk. Akkor úgy volt, hogy én dolgoztam ki nagyjából a forgatókönyvét, vagyis hát a szövegkönyvét a dolognak. És próbáltam rendezői szemmel megkomponálni a mi kis csoportunknak. Mégis jól sikerült, amúgy a Fürke című filmet dolgoztuk át, egy elég kultuszfilm. És igen, azt volt viszont, hogy jó lett. Bár ugye ez több előadásban állt össze, szóval nagy részben a drámatanárunk szervezte meg. De rengeteget tanultunk ott beszédtechnikától kezdve, mozgásgyakorlatokig. Tanultunk ott kortárs táncolt, néptáncolt, mindenféle mozgási folyamatot. És később, amikor idejöttem az Eszterházi Egyetemre mozgóképszakra, akkor egyből felvételiztem a Szuszogó Színházba, ahol Szentsebe is válogattak. Hatalmas segítség volt nekem így az első fél évben. Így Miskolcra idejöttem Egerbe, senkit sem ismertem, és a Szuszogói Színház tényleg egy olyan családot adott nekem, ami mai napig nem tudok megköszönni.